Környezetvédelmi pályázat terézvárosi gyermekeknek. A volt 6. kerületi jegyző tanúként vallott a Palota perben. Ünnep Lentiben, testvérvárosunk várossáavatási évfordulóján. Vizsgálat a Nagymező utcai mélygarázs ügyében. Ajándékozás a 6. kerületi Vázsonyi Vilmos idősek otthonában. Véradás volt az 5-ös 10-ben. Madárfészekodú készítő verseny a terézvárosi játékvár óvodában. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Védem a környezetet, készülök a télre címmel, írt ki környezetvédelmi pályázatot terézvárosi gyerekek számára Matokanovics Lídia, a környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnoka az elmúlt év októberében. A legsikerültebb alkotások készítőit január 11-én jutalmazták. Az elkészült kézműves tárgyakból rendezett kiállítás január 25-ig tekinthető meg a 6. kerületi polgármesteri hivatalban. A díjazott gyerekeket és pedagógusaikat Matokanovics Lídia köszöntötte. Az elvirálásban és a díjátadón részt vett Juhász Tímea, a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság LMP-s tagja. Az idei pályamunkákat óvodás, alsó és felső tagozatos korcsoportok szerint értékelte a zsűri. Első helyezett a Terézvárosi Önkormányzat Szív óvoda 4 tagú, illetve a Budapest 6. kerületi Erkel Ferenc általános iskola 3. B osztályának csapata lett. Az óvodások is szép ajándékokkal térhettek haza az eseményről. A felső tagozatos diákok munkáiból egyedül a Bajza utcai általános iskola fiú csapatának kisfilmjét díjazta a zsűri. Környezetvédelmi tanácsnokként minden évben kiírok a helyi óvodások, illetve iskolások számára egy olyan pályázatot, ami a kreatívkodásról, illetve a környezetvédelméről szól. Minden évben más címet kap ez a pályázat, és a pályázat lényege, illetve célja az, hogy az adott cím szerint a gyerekek elkezdjék átgondolni azt, hogy mit tudnának ők maguk tenni a környezetükért, és aztán ezt valamilyen formában megjelenítsék. Eleinte nagyon sok volt a rajzos
pályázatát, ahol csak rajzok voltak, bár mindig úgy írtam ki, hogy bármilyen technikát lehet alkalmazni. Az idén volt az első olyan év, amikor gyakorlatilag egyetlen egy rajz se érkezett be, aminek én nagyon örültem, hiszen ugyan nagyon jók a gyerekrajzok, szépek, értékesek, de annyiféle technika van, amivel azt gondolom, hogy a gyerekek sokkal kreatívabban tudnak az ilyen dolgokban megfelelni, jobban elő tudják adni a saját gondolataikat, érzelmeiket a témával kapcsolatban, hiszen ezekben a művekben nem csak gondolatokat, cselekedeteket, hanem érzelmeket is belevisznek. Ezekből a tárgyakból kiállítás is készült, amely meddig és hol látható? Így van, az önkormányzat aulájában látható a győztes pályaművekből a kiállítás, és január 25-ig tart nyitva, ezért arra buzdítok minden érdeklődőt, szülőt, nagyszülőt, rokont, akinek a gyereke esetleg részt vett a pályázaton, hogy jöjjenek be és nézzék meg. Terézváros volt jegyzőjének, dr. Szőlősinek, dr. Hornyák Katalinnak tanúkénti meghallgatásával folytatódott a fővárosi törvényszéken. A Tóth Erzsébet bíró vezette tanács előtt január 14-én, az első fokon 2011. decemberre óta tartó büntetőper, amelynek vádlottjai MSZP-s és SZDSZ-es helyi politikusok. Többek között Füst György volt szocialista alpolgármester, és a jelenlegi testület egyetlen MSZP-s tagja, Hatvani Csaba ül a vádlottak padján az egykori képviselők mellett. Mindannyiukat különösen jelentős vagyoni hátrányt, több mint 700 millió forintos kárt okozó hűtlen kezeléssel vádolta meg az ügyészség, két Andrássy úti értékes ingatlan értékesítése miatt. További információt a www.terézváros.hu weboldalon olvashatnak. Várossávatásának 37. évfordulóját ünnepelte Terézváros testvérvárosa Lenti. Az ünnepségen részt vett Hassai Zsófia polgármester, Pap László alpolgármester és dr. Mogyorósi Sándor jegyző. A program Szent Misével kezdődött, majd a művelődési központban ünnepi műsorral folytatódott. Elsőként a terézvárosi Bácsisvart Zoltán és Pozsár Andrea játéka bűvölte el a közönséget. Ezután Horváth László polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, aki az elmúlt évet értékelte. A beszédében megköszönte mindazok munkáját, akik valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy Lenti a térség egyik legdinamikusabban növekvő és fejlődő városa legyen. A polgármester köszöntőjét követően dr. Kovács Zoltán, a miniszterelnökség közigazgatásért felelős államtitkára többek között elmondta, hogy a decemberi utolsó kormányülésen a harmadik legnagyobb összegű állami támogatást ítélték meg Lentinek. A városi kitüntetések ünnepélyes átadása után a Kerka táncegyüttes nagyszabású bemutatója és tűzijáték zárta az ünnepséget. A Nagymező utcában tervezett mélygarázs ügyében a Pest megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztálya előzetes vizsgálati eljárást indított. A kérelmező neve, székhelye VVK ingatlanhasznosító BT.
1125 Budapest, Fogaskerekű út 4-6. Az ingatlan helye Budapest, 6. kerület, a Nagymező utca, Király utca és az Andrássy út közötti szakasza. A hirdetményt és az eljárás megindításáról rendelkező közleményt közzétették a 6. kerületi önkormányzati ügyfélszolgálati irodáján, honlapján és a Terézváros című lapban, valamint a hirdetményt kifüggesztették az érintett közterületen. A dokumentációba betekinthetnek a kormányzati zöld.pont irodájában, 1072 Budapest Nagydiófa utca 10-12 és a Terézvárosi Önkormányzat főépítészi irodáján. Simonfi Márta, a Terézvárosi Önkormányzat alpolgármestere, a Budapesti Operett Színház Én és a Kisöcsém című előadására szóló jegyekkel és édességgel kedveskedett január 12-én a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona lakóinak. Barta Zsolt, az intézmény vezetője megköszönte az ajándékot, az otthon lakói pedig zenés, versesi műsorral fogadták a szívesen látott vendéget. Simonfi Márta hangsúlyozta, mindig nagy örömmel keresi fel és segíti az idősek ellátásával foglalkozó kerületi intézményeket. Így van ez a Vázsonyi otthon esetében is, függetlenül attól, hogy nem a Terézvárosi, hanem a fővárosi önkormányzat működteti. Az alpolgármester elmondta, nem véletlen, hogy az időseket nem advent hetében, hanem az új esztendő elején köszöntik. Ugyanis az időpont megválasztása is azt akarta jelezni, hogy az idősek iránti tiszteletet, megbecsülést, szeretetet nem csak a jeles napokon, hanem hétköznapokon is éreztetni kell. Hát azt hiszem, hogy mindig nagy öröm mindannyiunk számára, hogyha egy ilyen kellemes kora délutáni órákban itt vagyunk a Vázsonyiban, vagyis déli órákban jobban mondva most, mert hogy nagyon megható az, hogyha az ember találkozik, most idézőjelbe teszem, de merem kimondani, hogy a korosztályommal, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy a zene, az irodalom itt mindig megszólal, méghozzá általuk, és nagyon fontos nekem az, hogy érződik az itt lévő, az itt lakókon, hogy szeretik ezt az otthont, szeretnek itt lenni, és nagyon nagy gondoskodásban van részük, és ezért természetesen ők is tesznek, mint ahogy mondtam, volt a művészettel, és úgy gondoltam, hogy ebben az évben is, mint minden évben megajándékozzuk őket, most azzal nem színházba, hanem az Operett Színházba, aki el tud menni, azt nagyon-nagyon szívesen látják általunk, mármint Terézváros által, hogy ellátogassanak az Operett Színházba. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól fogják érezni magukat, és ez öröm számunkra, mármint az önkormányzat számára, hogy megajándékozhatjuk az időseket ezzel az előadással. Itt dolgoztam, mint ápolónő, és utána bekerültem ide. Gyerekkorom óta zongorázom. Hát, és így minden rendezvényen nagyon szívesen játszom. Sok ki mit tudott nyertünk. A zene, az mellém tartozik. Nekem a szakmám pék. 46 év, 210 napot dolgoztam, mint pék a lapáttal. Aztán, mikor ide bekerültem, különböző családi okok miatt elváltam az első feleségemtől, és itt ismerkedtem meg a Arankával, és 2000-ben, amikor megismerkedtünk, már is vettem feleségül. És akkor, hát volt egy év, külön váltunk, de aztán újból
együtt leszünk, és azóta is együtt vagyunk. Ebben az otthonban, a jelenlegi helyen, ahol vagyunk, 120 fő lakó van, vegyesen férfiak és nők, 1, 2, 3, illetve 4 ágyas szobás elhelyezésben részesülnek, reggelit, ebédet, vacsorát, és hát szükség szerint kiegészítő étkeztetést kapnak. Az orvosi ellátás is megvan szervezve számukra, és napi 24 órás nővéri felügyelet van még az intézmény szolgáltatásában. Az intézményen nagyon jó kapcsolatot ápol a 6. kerületi önkormányzat, évente több alkalommal is meglátogatnak minket, ajándékot hoznak, és főleg olyan ajándékokat kapunk az önkormányzattól, ami tényleg a lakóknak szükségük van rá, hogy nem valami maradékból jönnek ide dolgok hozzánk, hanem mindig megkérdezik, hogy mi az, amire szüksége van az intézménynek, a lakóknak, és azokat az adományokat, ajándékokat hozzák. És nem csak, hogy hozzák, hanem én mindig azt látom, hogy Simonfi Márta, az alpolgármesternek a szíve is mindig egy kicsit itt maradt közöttünk, és mindig örömmel jön vissza. És látva azt, hogy az ő elhivatása is egy kicsit a művészet, amikor eljön ide hozzánk, és látja, hogy a lakóban is nagyon sok ember itt van, a művészet, a szép iránti vágy és a hozzáértés is benne van a lakókban, és látja ezeket a kis műsorokat, egy kicsit ő is elérzékenyül, és mindig olyan nagy örömmel várjuk, hogy visszajöjjön, ne közelebb is jöjjenek ide hozzánk, mert jó látni, hogy valakinek mi is tudunk adni, az öregeknek is jó látni, hogy ők is tudnak adni valakinek valamit az ők is egyszerű művészetükkel. A Vázsonyi Vilmos idősek otthonának egyik varázsa, hogy az ilyen alkalmakra készülő műsorokról nem előadó művészek, hanem az otthon lakói gondoskodnak. Az alpolgármester fontosnak nevezte, hogy az itt élő idősek szeretik az intézményt. Elismeréssel szólt az otthonban dolgozók áldozatos munkájáról. Barta Zsolt, az idősek otthonának igazgatója, köszönetet mondott azért a figyelemért, amit a terézvárosi önkormányzatot képviselve Simonfi Márta alpolgármester az itt élők iránt tanúsít. Január 11-én 14 és 18 óra között az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtérben a Magyar Vöröskereszt térítésmentesen szervezett véradást. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente több mint 430 ezer egység vérre van szükség. Ehhez csaknem 500 000 önkéntes embertársunk véradományát, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink. Adjon vért és mentsen meg 3 életet! A héten országszerte több mint 40 helyen várják a segíteni vágyó hétköznapi hősöket. Az időpontokról további információt a véradás.hu weboldalon kaphat. A környezeti nevelés és környezettudatos magatartás megtartása mellett az aktuális témafeldolgozás részeként madárfészek oddú készítő versenyt hirdettek a 6. kerületi játékvár óvodába járó gyermekek, szülei, családjai és csoportjai részére. A 68 alkotást 5 tagú zsűri, Simonfi Márta, Terézváros alpolgármestere, Matokanovics Lídia, környezetvédelmi tanácsnok, Balog Bálintné, intézményvezető, Kocsi Zsuzsanna, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület külső munkatársa, és Jóni Bertalan, a játékvár óvoda gondnoka bírálta el. Elmondhatjuk, hogy igazán szép, kreatív madárodúk készültek. Óvodán kiemelt feladata a környezeti nevelés és a környezettudatos magatartás. Minden alkalommal az óvodapedagógusok, amikor készítik a projekttervet, a megfelelő környezeti nevelési feladatokat aktualizálják.
Most éppen a gondnokunk előkészítette a fából készült darabokat. A szülőnek az volt a feladata, hogy odahaza összeállítsa, és az egyén ízlésének megfelelően a kisgyermekekkel együtt díszítse ezeket az alkotásokat. Nagyon-nagyon szép alkotások születtek. A Környezetvédelmi Bizottságtól pályáztunk, és anyagi támogatást kaptunk erre az alkalomra, és egyáltalán az eszközök megvételére. Ez a mai alkalom arról szól, hogy ezeket a gyönyörű alkotásokat hozzáértő emberekkel együtt zsűrizzük. Az interjú előtt beszélgettünk, és azt tetszett mondani, hogy már közel 10 éve tetszik itt a Játékvár óvodában közreműködni, illetve órákat tartani, foglalkozásokat. Mik ezek? Ezek különböző természetbulvár foglalkozások, általában az évszakos változásokat követjük, és megpróbálom a gyerekek figyelmét felkelteni a környezetük iránt, adott évszakban mi az, ami jellemző, mit hallhatnak, mit láthatnak, mi az, amit esetleg megtapinthatnak. Hangsúlyt fektetek a nem szeretem állatokra, és a kis csúnya bogárkák is szerepelnek a mi foglalkozásainkban, nem csak a szép madarak. Úgyhogy egyszerűen azt szeretném, hogyha vérré válna bennük a környezetük és a természet szeretete, és úgy válnának természetvédők ki, hogy szinte észre sem veszik. Jelenleg itt számos gyönyörű madáretetőt láttunk. Közbevághatok, elnézést. Igen. Nem madáretetőket látunk, hanem madárfészek odukat. Ez egyáltalán nem mindegy, mert ezekben a gyönyörű építményekben nem teszünk ennivalót a madaraknak. Ezek azért kerülnek ki a fákra majd, vagy a bokrokra, hogy ebbe fészket rakhassanak a madarak. Nem baj, ha télen is kint vannak, de nem azért, mert ennivalót kéne beléjük tenni, hanem azért, mert amikor nagyon hideg, nagyon szeles az idő, esik a hó, akkor ebbe bele tudnak húzódni a cinkék, akár 10-12 is, és bizony akkor így egymást melengetve töltik benne a fagyos éjszakákat. A díjakról annyit szeretnék mondani, hogy a Természettudományi Múzeum felajánlott belépőket, családos belépőket is, csoportos belépőket is. Társasjátékokat vásároltunk, festékeket, ceruzákat, és minden egyéb apróságot még, amivel díjazhatjuk a majdani díjazottakat. Minden kategóriában lesz első, második és harmadik helyezett. Aki pedig ebbe a körbe nem fér bele, természetesen mindenki kap akkor is valami csekély ajándékot az érdemeik szerint, hiszen mindenki megdolgozott érte, és innen is köszönjük szépen. Most a madárfészkek zsűrizésénél milyen szempontokat vett figyelembe? Hát nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyok, nem is tudom, hogy voltam-e már valaha ilyen nehéz helyzetben, mert gyönyörű építmények készültek, de hát mégiscsak a szakmai szemmel nézem, akkor először is azt kell megnéznem, hogy mennyire helyesen állították össze őket. Hiszen nem mindegy, hogy ez a röpnyílás az odó alján vagy a tetején. Aztán az is, hogy miután ez egy kint lévő építmény, vajon a tetőt jól rágták-e rá a gyerekek, mert vagy a felnőttek a családok, mert bizony, hogyha megőr rajta az eső, akkor az nagyon hamar szét fog esni, meg fog repedni, úgyhogy ennek van egy ilyen picike lejtése, és annak úgy kell rajta lenni, hogy ez a lejtés meg is maradjon. Ez igazából az alapszakmai szempont, ilyen kis beülő botocskák ezek nem zavarnak, ha ott vannak, de nem szükségesek, mert nagyon ügyesek ám a kis cinkék és egyéb odulakó madaraink megkapaszkodnak az odú szájában, és ők be tudnak menni kis pálcika, vagy kis ülőrúd nélkül is.
Hát utána pedig már csak a díszítések, amik számítanak, hogy vajon mennyi időt és energiát fektettek bele a gyerekek, és a családok mennyi kedvel láttak hozzá ez a munkához. Miután még az eredményhirdetés hátra van, és az adás előbb fog lemenni mind az eredményhirdetés, megvannak-e a nyertes poduk? Hát még össze kell ülnünk, azt hiszem, mert ahogy így félfülel hallottam, mindenkinek más a kedvence, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben leszünk, ezt már előre is tudom mondani. Az eredményhirdetést követően az elkészült madárfészek odúk a Játékvár óvoda udvarára és a Hunyadi térre kerülnek. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. A jövő héten szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót. A viszontlátásra!